Ebben a néhány percben, ami előttünk van, mire is vállalkoznék? 32 éve foglalkozom hajléktalanokkal, meg nagyon mély nyomorban élő közösségekkel, úgyhogy egyáltalán nem gondolom, hogy esélyem lesz akár csak egy picit is megkaparni a tetejét annak, amiről nekem itt valószínűleg hosszan beszélnem kéne. Arra gondoltam, hogy invitálok benneteket egy családhoz, aki nem lesz otthon, amikor mi megérkezünk, és egy picit a távolétükben beszélgetünk róluk. Egy pici utazás lenne ez. Azt kérem tőletek, hogy ne akarjatok válaszokat találni az egyébként biztos, hogy tornyosuló kérdésekre. Én se fogok válaszokat találni. A nagyfiamtól tanultam, amikor úgy gondoltam, hogy nevelni kell, mindig kérte, hogy apa előtt hadd kérdezzek. És igen, nagyon-nagyon bonyolultak időnként a válaszok, ezért inkább csak pendítek gondolatokat, és se vád nincsen benne, se kényszerítés nem akar benne lenni, inkább csak egy pici villanás abból a világból, ahol mi dolgozunk. Ahova most együtt belépünk, és szépen mindenkit kérek, hogy foglaljon helyet. Ez egy kis Somogy megyei faluban, egész közel a Balatonhoz készült 10 évvel ezelőtt. Zsuzsi itt lakik ebben a házban 4 gyerekével, meg a férjével. Zsuzsi olyan 31 néhány éves volt, amikor megismertem, 13 évvel volt fiatalabb a legnagyobb lánya. Egyszer, amikor egy lelki gyakorlaton ezt elmondtam, akkor egy néni azt gondolta, hogy vicces, azt mondta, hogy a kis prosti. Zsuzsi egyáltalán nem prosti, pedig időnként még a testét is oda kell adni időnként a férjének a tartozásai miatt, de erről egy kicsit majd később ezekről a kényszerekről. Egy kicsit nézzünk körül a szobában. Mondjuk nézzük meg az órát. Az óra mindig áll. Nem is tudni, hogy miért van ott, valószínűleg valahol kukázta vagy találta. Abban a nyomorúságban, ahol időnként mi találkozunk ezekkel az emberekkel, nincs nagyon értelme az időnek. Az idő az egy pont, amiben él az a valaki, akivel találkozunk, és egyáltalán nem sejthető meg az a gondolkozás, ami őt jellemzi abból a jóléti erkélyes világból, ahonnan mi oda nézünk, ahol céljaink vannak, ahol jövőképünk, már azt is tudjuk, hogy melyik angliai egyetemen fog tanulni a gyerekünk, még meg se született. És hogy Ágis és Kálmán is mondta ezt a kínaiul beszélő egyházat, nem a kínaiak beszélnek Magyarországon idegen nyelven, hanem akár mi is kínaiul, és ez nem vád, inkább csak tapasztalat. Szóval nézzünk tovább körül. Amikor erről a világról beszélünk, akkor mi nem a szegénység szót használjuk, meg nem is a mély szegénységet, hanem a nyomorúságot. A szegénység az tulajdonképpen a 60-as évek Magyarországa. Hogyha valakinek volt szerencséje már, vagy van szerencséje annyi idősnek lenni, hogy erre emlékszik, akkor emlékszik azokra a falvakról. Nagyon-nagyon sok minden hiányzott. TSZ-esítés volt, nagyon sok szomorúság. Az én nagyszüleim egy ilyen faluban éltek, de már 6 évesen olyan világos volt az a világ, hogy mi mindent lehetett a tojásból, a málnából, a körtékből, hogy mennyit kellett dolgozni egy üvegborér, amiből a nagyapám aztán meg is itta az összeset, de meg is termelte hozzá. És az egész világ olyan érthető volt, voltak célok, értékek, az értékek mentén választottak az emberek. És nagyon sok minden hiányzott, de reménykedtek az emberek, hogy majd sok munkával elérik. A szegénységben hihetetlen mennyiségű közösségépítő erő van, nagyon sok érték, hatalmas kultúrája van a magyarországi szegény közösségeknek. A nyomorúságnak nincsen kultúrája. Ami a szegénységben pozitív, az a nyomorban leránt. Amikor egy ilyen képre nézel, akkor jusson eszedbe, hogy annak, aki itt él, egyáltalán nincsen a holnapról fogalma. Az egyetlen küzdelme az, hogy a mai napot túlélje. És nem csak anyagilag, hanem akár fizikailag is. Egyszer szemtanúja voltam, amikor Zsuzsi odament a Jézus melletti két Máriához. Ez nagyjából az az aránya, hogy ők imádkoznak egyébként. Egy cigánynőnek Mária a tesó. Kicsit másképp, mint nekünk, kicsit más fogalmakkal, de tőle szokott kérni, Máriát kéri. És egyszer megkérdeztem tőle, hogy mit kért. Oda megy, kicsit odahajol, és láthatóan mond valamit. És azt mondta akkor, és
nagyon hálás vagyok Zsuzsinak is, a sok Zsuzsinak, akik időnként őszinték hozzák. Azt mondta, hogy azt kértem, hogy ne verjem meg a férjem nagyon. És itt nagyon kérem, hogy ne arra gondoljatok, hogy a cigány férfiak megverik az asszonyaikat, hogy ezek állatok. Nem, nem erről van szó. És hogy ezt kicsit megvilágítsam, nem olyan régen Tiszabőn egy este egy Kriszta nevű kolléganőm jött ki az iskolából 13-14 éves lányokkal, és a barátja várta az iskola kapu előtt egy nagy csokor világgal, és a lányok kezdtek visongani, hogy Kriszta néni szerelmes, 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 és Kriszta néni mondta, hogy de nézzétek meg a Peti bácsit, hogy milyen szerelmes, mekkora csokor virággal vár. És akkor kérdezte az egyik kislány, és Kriszta néni veri, már hogy a Peti bácsi a Kriszta nénit. Azt mondta Kriszta néni, hogy hogy verne? És akkor a lányok azt mondták kórusban, hogy de akkor nem is szereti. És hogy lehet ezt megváltoztatni, ezt a képet? MeToo kampányt kell indítanunk, vagy jogszabályokat hoznunk, vagy talán több Kriszta nénit kéne látnunk a lányoknak, hogy eszükbe jusson, hogy lehet, hogy ő mégiscsak a Peti bácsira lenne kíváncsi. Lehet, hogy ő is egy idő után észrevenné, hogy talán másképp is lehet szeretni. És nem gondolná azt, hogy a férje talán nem is szereti, hanem üti meg. Pedig az fáj. És annyi olyan kérdés van, amit igen, nagyon könnyű távolról, a jóléti erkéről lenézve félreérteni. És nem is nagyon kell magyarázni azt, hát hogy lehet ilyen szemetes egy szoba. Oké, rendben van, hogy nincs pénz, de miért nem takarít? Zsuzsi, miért nem takarít az? Azért nem takarít Zsuzsi, mert soha senki nem látott takarítani. Soha. Aki nem lát takarítani, az nem tud takarítani. Aki nem látott senkit írni, az nem tud írni. Aki nem látott szépet, az nem tudja, hogy mi az, hogy szép. Zsuzsi nem látott senkit takarítani, nem látott senkit főzni, és attól félek, hogy még senki nem is szerette őt igazán. És nagyon kérek mindenkit, hogy amikor ez a téma előjön, akkor ne gondolkozzon abban, hogy majd akkor csinálunk ilyen gazdálkodási tanfolyamot, vagy takarítási tanfolyamot EU-s pénzből, vagy ilyesmi. Zsuzsi akkor fog takarítani, hogyha valakit lát takarítani, aki őt szereti. Felnőttem mi is már csak így tanulunk, hogyha vonzó az, amit látunk. Igen, ide, amikor belépünk és üres ez a lakás, akkor ne értsétek erősnek a képet, de mégis Jézussal találkozunk. Ahhoz, hogy Jézussal találkozunk, hogy igazán találkozunk vele, be kell lépnünk ide. Nem fogja a pénz megoldani a szegénység kérdését, a nyomorúságot főképp nem. Nekünk van egy mondatunk, így hangzik, hogy tulajdonképpen egy kérdésünk, hogy mit van, amit nem kaptál. Én úgy gondolom, ez az egyetlen igazi kérdés, amit a gyerekeinknek meg kéne tanítani. Ez az egyetlen érettségi kérdés. Hogy tisztában vannak-e, hogy nem választottak családot, nem választottak földrészt, nem választottak vallást, ajándék. Ez egy olyan egyszerű gondolat egyébként, és valahogy mégis átugorjuk. Pedig ha erre egyszer igazán válaszolnánk, sokkal-sokkal könnyebb lenne minden. Borzasztó nehéz egy agresszív, alkoholista emberrel találkozni. Borzasztó nehéz egy olyan asszonnyal találkozni, aki követel, ordít, és mégis. Mégis, ha közelebb lépsz, egy csomó minden érthetővé válik. Nemrégiben egy jól ismert államtitkárral voltam lenne egy faluban. Mindig szoktam kérni, hogy a telepi kocsmában találkozzunk, és amikor megittuk a kávét ott az emberekkel, mindenki mindig nagyon kedves velünk. Fordítva ez egyébként nem igaz. Tehát, hogyha ők jönnének egy budai presszóba, de ez egy másik téma lenne. Szóval ott voltunk a kocsmában, és utána kértem, hogy sétáljunk egyet. Október vége volt, a gyerekek mezitláb kisgatyába ugráltak a réten. Egyébként nagyon kedves kép volt, rengeteg gyerek volt. És egyszer csak jött egy asszony, odaállt elünk, és azt kérdezi, hogy autó, sofőr, cipőjük poros lesz. És borzasztó durván elkezdett a fizetéseinkről, a sofőrünk fizetéséről és mindenféről kérdezni, és ez a barátom próbált védekezni, és mondtam, hogy hallgass meg, mit mond.
és aztán még ott szitkozódott mindenféléket, és a végén én jól ismertem, hiszen a gyerekei a mi iskolánkba járnak, oda jött, és konkrétan odabújt hozzám, és azt mondta, hogy Miklós úr, ne haragudjon, nem fizettek ki. És utána kiszámoltuk, hogy a sofőrjeinknek négyszer annyi a fizetése, mint ennek a lánynak, hogyha a közfoglalkoztatási bérét és a kukoricamezőn végzett munkáját összeadjuk. És azt gondolom, hogy ez a srác ez másképp ment, az a 31 néhány éves államtitkár. És hogy ugyanabban a világban élünk. És én tudom, hogy ezek ilyen radikálisnak tűnő gondolatok, de nem az. Az a baj pont, azt gondolom, hogy ezek radikálisnak tűnnek, miközben egyáltalán nem azok, végtelenül egyszerűek. Nagyon egyszerűen megválaszolhatók. És úgy gondolom, hogy van még egy veszély, hogy azt gondoljuk sokan távolról, hogy ezek ilyen elszigetelt jelenségek. Itt két arcot is láttam, Bert püspök atyáját, meg Puskás Balázsét, akikkel együtt dolgozunk ezeken a területeken. 300 legszegényebb települést próbáljuk most valamilyen módon a szívünkbe fogadni, és persze sok-sok munkát is végezni. Annyi ember lakik benne, mint Komárom megyében, viszont háromszor annyi gyerek születik. Tehát ha 2030-ra nézünk, akkor akár nyugodtan szorozhatunk hárommal. Tehát háromszor fontosabb ez a terület, mert háromszor annyi gyerek születik, és szomorúan mondom, hogy nem a kormányzat sikeres kampányai miatt sikerül, hiszen semmi közük nincs azokhoz a javakhoz, ami a sok gyerek után járna. És ha azt gondoljuk, hogy nem olyan mély a probléma, Tiszabőn, amikor 6 évvel ezelőtt elkezdtünk dolgozni, megkérdeztem a védőnőt, hogy mennyi gyerek születik. A 2000 fős településen 70 gyerek született abban az évben, oda nagyon közel levő Kunhegyesen ugyanebben az évben ugyanennyi született, viszont ott négyszer annyi alaknak. És megkérdeztem a védőnőt, hogy hány problémás szülés van egy évben. Tehát a 70-ből mennyi problémás, azt mondta, hogy mind a 70. És akkor kétségbe esettem, bután azt kérdeztem, hogy mit lehetne csinálni, ami nagyon-nagyon-nagyon gyorsan hat. Mit lehet, ami pénzzel meg lehet venni, és azt mondta, hogy görcsoldó kúp és antibiotikum. Görcsoldó kúp, mondja a védőnő Magyarországon 2016-ban, vagy 2015-ben. És én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk azokat a bennünk megszülető ellenérzéseket, ellenszenveket, amik teljesen normálisan születnek meg. Szóval valahonnan onnan indul mindenki, én is onnan indultam, hogy én megpróbálok olyan jó fej lenni, mint Jézus, és még ezeknek az izéknek is segítek. Ezeknek az ilyen-olyan embereknek. Ez az első lépés, nem baj, semmi baj nincs vele, hogyha így kezdünk, aztán majd lepofoz az élet minket, és majd ahhoz, hogy lepofozhasson, nyilván közelebb kell lépnünk. És úgy látom, hogy közeledik a vége, egy képet szeretnék még hozni a templomainkról. Amikor, azért ülök itt Szabolcs atyánál, egyrészt, hogy ne egyedül beszéljek egy kamerának, hanem legalább akkor ő itt legyen mellettem. Volt egy 72 tanítvány konferencia, ahol én előadtam, és Zlinszky János megkeresett, hogy erről, igen, láttam Jánost, hogy erről szervezzünk egy konferenciát, és akkor én mondtam a Jánosnak, hogy nem lehetne, hogy inkább lelki gyakorlat. És akkor ennek az előkészítésére még jó néhányan összeültünk, de láttam, hogy itt van Puhár Zoli is, meg Zlinszky János is, meg Koncz András is, és csináltunk egy kis csapatot, az lett a neve, hogy a gazdagok hivatása. És igen, hogyha tudjuk, hogy az életünk ajándék, a gazdagságunk is az, az eszünk is az, a szépségünk, vagy éppen a kopasságunk, bármi, egyikről se tehetünk, van amelyiket szívesen fogadjuk, valamelyiket nem. Viszont mi, akik itt vagyunk, azok mind tehetünk ajándékból ajándékot, és én nagyon hálás vagyok ennek a kis csapatnak, hogy a lelki gyakorlat irányába indultunk, mert nincs más út. Ennek a missziónak a kiürült templomok, a rogyadozó templomok, a beszakadt tetejű templomok, az ellopott tetejű templomok, gyakran jut eszembe egy-egy unalmas vasárnap esti misén, mindig szégyellem, hogy unatkozom, de nagyon gyakran van, és amikor 14-szer hallom ugyanazt, és olyan szívesen oda mennék, és mondanék egy kicsit mást, nem tudom, hogy miért nem lehet kicsit mást is mondani. Na mindegy, szóval eszembe jut, hogy mi lenne, ha lemennénk ezekbe a templomokba. Ott állnak üresen, a kisegyházak meg családoknál ünnepelnek. Vagy egyet gitározni, egyet olvasgatni,
csoda történne szerintem. Egy hídgyűlis alpolgármester mondta nekem, amikor beléptünk egy rogyadozó templomba, hogy először mondta, hogy azért jön csak be hivatalból, egyébként nem lépne be, és kérdeztem, mi lenne, ha összedőlne, és azt mondta, hogy vége lenne a falunak, Miklós úr. Hát én azt kívánom magunknak, hogy ezt fölismerjük, és ne legyen vége ezeknek a falvaknak. Köszönöm szépen.